Folyamatosan zajlanak a munkálatok Bonyhádon a 6-os számú főút bekötő útszakasza és a Rákóczi utca kereszteződésénél. A városközpontból a templom előtt haladó útszakaszból indul a felújítás második része, egészen az előbb említett kereszteződésig, ahol majd egy jelzőlámpás csomópontot hoznak létre a közlekedés könnyítésére. Az első szakasz, ami a csomóponttól indul egészen a templomig, azt fogjuk a jövő héten aszfaltozni. Ott már megvannak a szegélyjavítások, a járda, mert járdafelújítást is csináltunk. Ott igazából a közművek cseréje nem történt. Annak az aszfaltozása ugye jövő hét kedden indul. Ott lesz egy forgalombeli fennakadás, egy kisebb, de ugye mi ezt orvosoljuk azzal, hogy lesznek kint kollégáink, akik irányítják a forgalmat. Viszont ott egy terelésünk lesz, ami a Szabadság tér fele kell majd a templom mögött elterelni a forgalmat. Ez a jövő héten ez fog elkészülni valószínűleg, lehet, hogy még jövő hét utáni hétben ez belecsúszik. Viszont a következő szakasz, amit most éppen a kivitelező csinál, az ott még szegélyjavítások, aknaszintre emelések történnek, ami remélhetőleg szeptember vége fele befejeződik, akkor ezt a második szakaszt is tudjuk aszfaltozni. Ezeknek a munkálatoknak a befejezési határideje 2023. májusára tehető, de a kivitelező ütemterv szerint halad, így megpróbálják a munkálatokat minél hamarabb befejezni, akár még az idei év végére is. A csomópontról egy pár szót mondanék, ugye ez a Forberger csomópont az összes közmű kiváltásra kerül, újházi bekötések lesznek, gázlás, ijesztés, stb. Igazából itt kiszélesedik az út, tehát lesz kanyarodósáv, könnyebb lesz a forgalomnak. Ez a csomópontnak az építése, ami az útépítés része, az valószínűleg csak október vége fele indul el, egészen novemberig fog ezt tartani, és akkor lesz annak az aszfaltozási munkája, tehát remélhetőleg idén ezt be fogjuk fejezni. A kivitelező cég munkatársai arra kérik az autósokat, legyenek türelemmel, és az útépítési munkálatok befejezéséig fokozott figyelemmel járjanak az adott útszakaszon.